akkor kezdték észrevenni a 70-es években, hogy az ember hogyan hat a földre, a környezetünkre, a természetes élővilágra, és kezdtek olyan mozgalmak elindulni, amik felhívják a figyelmet, hogy figyeljünk oda, hogy hogy élünk. A Föld napjának történetéről és bolygónk kialakulásáról is rendhagyó előadásokat hallgathattak meg a Szekszárdi első Béla gimnázium diákjai pénteken. Ebben a középiskolában különösen figyelnek arra, hogy környezettudatos módon tanítsák a fiatalokat, ezért itt a természettudományos oktatás nagy hangsúlyt kap. A fiatalok közül többen kutatásokban is részt vesznek a Szegedi Tudományegyetemmel közösen. A mi kutatásunk a trikácium-aluminát katalizátor előállítása és alkalmazása glicerin-karbonát előállítása során. Ezt így röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy az alumíniumgyártásban sok melléktermék van. Az egyik ezek közül a TCA egy bizonyos alkotóeleme, és ezt a katalizátorként használjuk, és valami hasznosat állítunk belőle elő. Főként az alternatív üzemanyagoknak az alapanyaga. Az Amerikából indult Földnapja mozgalomhoz Magyarország az elsők között 1990-ben csatlakozott. Azóta április 22-én vagy az ehhez közeli időpontokban országszerte akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Szerintem fontos, hogy tartsuk a Földnapját, mert nagyon fontos a környezetvédelem is, főleg manapság szerintem. Figyeljük meg, és amikor a Föld keletkezett, akkor minden nagyon meleg volt. A közel fél évszázaddal ezelőtt 43 éve indult kezdeményezés, ma is évről évre újabb és újabb akciókra sarkalja az emberiséget nemzetközi szinten és idehaza is. Nagyon fontos az iskolában, főleg a természettudományos oktatásnál, hogy megemlékezzünk azokról a nagy eseményekről, víznapja, földnapja, tehát amelyek meghatározzák az életünket, nem beszélve arról, hogy az iskolán kitültötten egy olyan iskola, aki saját kis kertjével rendelkezik, ahol a madarakra odafigyelünk. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata ez, idézem, kimondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot.